Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban, kellemes hétvégét mindenkinek. Bár nem tudom, hogy mikor fog kimenni a videó, de most vasárnap van, és úgy döntöttem néhány haverral, hogy elmegyünk túrázni egy picikét, és túra videót fog csinálni nektek. Ugye live-ban érkezett egy olyan kérdés is, hogy ajánlanám-e azt a barlangot, ami fönt van gyakorlatilag normafán, és mondtam, hogy igen, ajánlom. És a mai videóban egy szintén ilyen barlang túrára megyünk, meg fogunk nézni egy vízesést, és ha időben kiérünk, akkor még a kilátóból is ki fogunk nézni a Solymári várról, úgyhogy nagyon izgalmas program lesz, úgyhogy induljunk is, tartsatok velem, indul az Online FM Roadshow. Közben megérkeztünk Hüvösvölgyre, és akkor innen még a 64-es busszal fogunk menni Solymár határáig, és akkor onnan Solymáról fogunk bemenni majd az erdőbe, amit fel fogunk fedezni. Na akkor megérkeztünk az erdő határára, és hoztam egy kis fejlámpát, hogy majd lássunk a sötétben az erdőben, hiszen a telefonnak a vakúja nem hiszem, hogy elég lesz, úgyhogy felkészültünk mindenre. És akkor itt kell majd bemennünk az út mellett, lefelé a párokba, csak lassan, mert el fogok én esni itt, az biztos. És akkor megnézzük, hogy ez a két túra útvonal van, de egyébként full... Hoppá! Egyszerű lesz! Majdnem este vagy nagyot! Full egyszerű lesz, mert a paprikás patak mellett kell menni. Ez a neve, paprikás patak. És röhögnek már rajtam a helyiek is, illetve a ismerőseim is, akikkel jöttem. Mert úgy nézek ki, mint egy bazári majom ezzel a lámpával, meg a gimballal a kezembe, de hát muszáj, hogy lássunk is valamit majd, ha besötétedik, illetve majd a barlangban is lássunk valamit, mert barlangba is fogunk menni. És akkor itt jövünk szépen, majd az érdekesebb pontokat mutatni fogom nektek. Itt folyik ez a paprikás patak. Nem tudom, hogy paprika ízű-e, de elég vicces neve van. Egyébként szép. Na, nekem gyönyörű, nekem tetszenek az ilyen helyszínek, és akkor valószínűleg megyünk tovább egyenesen. Na, így megy a videó, látod? Akkor itt fogunk végsétálgatni. Egyébként nagyon kis kellemes helyszínről van szó. Itt kering jobbra-balra a patak, és azt várom, hogy besötétedjen, hogy legyen értelme ennek a fejlámpának. De majd a barlangba tuti értelmet nyer. Szia, kutyus! Megint itt van egy híd, úgyhogy tele van ilyen hidakkal, és egyébként nagyon, nagyon hangulatos. Tehát ezt ajánlom mindenkinek, aki Budapest és környékén lakik, jöjjön el, már Solymáron vagyunk egyébként, tehát Solymár határában szálltunk le a Kökörcsin utcánál, ott be tudtok jönni, és akkor egészen a Solymári vasútállomásig lehet majd sétálni, úgyhogy odáig el is fogunk menni, ez a terv. Na akkor egy kicsit letérünk erről az útvonalról, mert erre lefelé is lehet jönni, és vízcsobogást hallok. Valamerre erre lesz a vízesés. Ugye azt írták, hogy lesz itt vízesés, úgyhogy szerintem erre fele kell hozzá jönni. És állnak is itt, úgyhogy biztos, hogy erre felé van. Sőt, látom is. És igen, erre fele kell majd menni, csak nem tudom, hogy fogunk oda leütni, hogy jutottak oda le az emberek, ma ott sétálgatnak. És itt van
Oly, de szeretem ilyen természeti dolgokat. Egyszerűen lélegzet elállító ez a környezet, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom. Na, Andris közben megindult lefelé ott a... Szerintem nem erre kell menni. Fel kell menni, és valahol csak le lehet. De egyébként nem egy rossz ötlet. Menjek arra? Várjál, gimballal! Én féltem a gimbalt, nem a testi... Csúszik nagyon? Igen, mert... Hú! Innen közelebbről is megnézhetitek. Hoppa! Innen jobb? De végig tehetem, hogy jönne a melegünkben a vízben, milyen kis pancsoló. De gyönyörű! Ebből lehet egy hosszabb videó lesz, nem érdekel, nem fogom nagyon megvágni, mert nagyon tetszik itt minden. Hoppá, hoppá! Itt nagyon csúszik. Közben ismerősöm Andris meg a Laci. Ugye, Laci, aki nagy DJ a csatornámon, a rádiómban. Hopp, ott volt egy denevér. Az nem denevér volt? Valami madár féle. De egyébként innen tényleg gyönyörű. Hoppá, akkor lövök innen képeket, gyerekek. Ez elképesztően szép. Na, és akkor megyünk mindjárt tovább. Na, és akkor valahogy át kéne majd jutni a másik oldalra, mert úgy látom, hogy innen nem megyünk sem erre. Mindjárt megfordulok, hogy lássátok, hogy merre vagyunk. És oda kéne átjutni, onnan jönnek le mások is. Mi? Ja, az. Aha, arra mehetünk. Arra szerintem átmehetünk, de arra nem tudom, hogy mi van arra felé. Ott van egy másik vízesés, úgyhogy megnézzük. Itt van egy másik vízesés is, úgyhogy ezt is meg akartam volna nézni. Van itt valami fal. Hát szerintem itt nem fogunk tudni átjutni. Itt nem fogunk tudni átjutni, úgyhogy vissza azon a hídon, amit mondtál. De itt egy másik vízesés, úgyhogy elképesztő. Ja, majd lassan be kell kapcsolnom a lámpát, mert már sötétedik. Még látunk egyébként, nagyon jó a kép. Itt nem tudom, mivel tett. De ez a kőfal, ez érdekes. Lehet, hogy volt itt valami hídszerű, akármi. Valahogy át kell jutni oda, ahol a többiek vannak. Meg ott nagyon meredeg arra fölfelé. Ja, itt? Itt gondolod? Hát, jó kérdés. Júj! Az a baj, hogy ilyenkor télen jobban csúszik. Hoppá! És az a baj, hogy az egyik kezemben a gimbal, másikba pedig sör van, és már taposom a földet. Hoppá! Jaj! Júj! Hát ez zsákutca, gyerekek! Zsákutca! Ez zsákutca. Én nem arra fölfelé lehet menni, de... De itt nagyon meredek lefelé. Át kell jutni majd a túloldalra. Itt is lehetett valami vízesés, csak ez kiszáradt. Fölfele visz az út, nekünk az nem jó, mert itt kell menni a patak mentén. Visszafordulunk valahogy. Na, gyerekek, akkor lejövünk, mert a zsákutca volt, úgyhogy... Úgy? Milyen profil nyomom? Ezért én nem vagyok, nem egy mai csirke vagyok, úgyhogy át kell jutnunk valahogy a túloldalra, és akkor onnan folytatjuk. Akkor átmegyünk itt ezen a kis gerendán. Hoppá! Hát még a instabil nagyon? Hát akkor te maradsz utoljára. My friend. Köveken is. Ja, tényleg. Az egyszerű, mert ez ilyen mozog nagyon. Nem mozog, csak lassan, óvatosan kell jönni. Semmi hirtelen mozdulat, és megvagy.
Na, közben bekapcsoltam már itt a fényt. Nem tudom, hogy a telefonon is bekapcsoljuk akkor a vakút, ha lehet. Várjatok. Nem engedi, majd maxra leállítom a videót. Ha bekapcsoljuk a vakút, erre gyertek, szerintem egy a legegyszerűbb. Fejlámpát már bekapcsoltuk. Hoppá! Itt csúszik, igen, a talaj nagyon, de én már mindjárt fönt vagyok. Na, gyönyörű helyre érkeztünk, ez valami kis pihenőhely, és itt a kuka, amit kerestünk, úgyhogy mégis van kuka. Közben Andris is videózik. És nem tudom egyébként, hogy merre lesz a barlang, de egy nagyon jó kis helyszínen járkálunk. Nagyon szép. Nem ez a barlang? Nem tudom. Meg kéne nézem a térképet, de azt ki kell kapcsolnom a... Nem, ez nem barlang. Ez csak ennyi. Hát valahogy csak meg lesz az a... Na és akkor elindultunk innen a vízeséstől, ha látjátok egyébként, pont itt lesz majd a barlangunk, paprikás üreg. Ide fogunk menni. Jelenleg ezen a helyszínen tartózkodunk. Ugye itt volt a vízesés, úgyhogy megyünk tovább egyenesen. Na most kapcsoltam be a vakut, úgyhogy talán így jobban láttok ti is mindent. Valamerre, errefele lesz egyenesen majd a paprikás üregünk, úgyhogy megnézzük a barlangot, elméletek denevérek is vannak, úgyhogy azoknak nem ajánlom, akik félnek a denevérektől, vagy a szúnyogoktól. Ott szemben, ha jól látom, van előttünk egy híd, azon kéne áthaladnunk, és akkor a térképen az előbb azt néztük meg, hogy nincsen messze, ugye ezt nektek is mutattam, úgyhogy hamarosan ott leszünk. Amúgy itt egyébként nagyon jó horrorfilmet lehetne forgatni. Esküszöm. Várjál, most visszavilágítok. Gyertek át, és komolyan kíváncsi vagyok. Menj a, indulj a fény felé. Meghaltál. Menj a fény felé. Ez dobtógép. Közben nagyon hideg van, mert 0 fok a hőmérséklet, úgyhogy inkább itt tavasszal vagy nyáron ajánlom ezt a túrát. Itt át kell jönni a patakon, és akkor valahol errefelé lesz. Jönnek szembe kutyások, úgyhogy ennyire nem elhagyatott ez a hely. Beállítgatom itt a... Lássatok is valamit. Nem tudom, mennyit láttok. Szemete? Ja, ez lesz a pihenőhely. Itt vannak. Ilyen nagyon jó. Jó, csak ne térjünk el nagyon a útvonaltól. Hú, mekkora szemetes. De ugye egy zsákot tehetek fónogadat. Hát, valahogy megoldják csak az elszállítását. Hát, csak nehogy elveszi. Megesznek a kanibálok. Egyébként mi ősztől vagy vaddisznóktól félünk. Azzal nem szeretnénk találkozni, de nevérek nagyon nem érdekelnek. Előzd meg az erdőtüzet. Kedves gyerekek és felnőttek, tűz háromszög, jó, ezt ismerjük. Tűzvédelemből tanultuk iskolában is, meg munkahelyen is, úgyhogy... Hát csak odaérünk lassan. De szerintem már lehet, hogy addigra zárva lesz a kilátó. 16:44 van, nem? Még van esélyünk a kilátóra. Úgyhogy lehet, hogy még ki fogunk nézni ott a Solymári várból. Már amennyit látunk. Na lassan már kb. Ott kell lennünk, és látjátok, olyan hideg van, nem dohányzok, hanem ez a lehelletem. Olyan hideg van. 0 fok körül van a hőmérséklet, azt hitte, és most még hűl is a levegő, még jobban. Úgyhogy elképzelhető, hogy még hidegebb lesz. Ó, lassan már ott kell lennünk, úgyhogy onnan jelentkezünk. Közben a gimbalt elraktuk már, azzal nem lehet mászni, mert úgy néz ki, hogy másznunk kell fölfelé.
legebb, és a térkép szerint nem itt található, úgyhogy föl kell másznunk ide a Veredek hegy oldalon. Úgyhogy indulás itt sokkal egyszerűbb, úgyhogy el is foglak titeket tenni, és majd fentről fogok jelentkezni, mert mind a két kezembe szerintem szükség lesz. Jó, hogy fejlámpa van nálam. Na, akkor induljunk. Ilyen. Hát én ezt nem gondoltam, hogy közben másznunk is kell. De hát... Kipúr egy szememet az ágy. De legalább így jobb télen, mert amikor nyáron voltunk, akkor az volt a baj, hogy a lomboktól nem láttuk be a területet, de így jobban be lehet kapaszkodni az ágakba. Nem tudom, hogy van egy ilyen tükla oldal. Valamára itt lesz. Szerintem erre lesz. Van a hó. Előveszem a térképe tárja. Mit csinálsz? Várjál, hát azt írja, hogy itt vagyunk, itt kéne menni még fölfelé. Ez a baj, lomboktól nem látni semmit. Itt akkor még fölfelé kell menni. Lehet, hogy valami más útvonal is van. Én most már megkeresem, ha eljöttem. Úgyhogy itt föl tudunk menni. De vigyázz, mert csúszik az egész talaj. Na, élőadásban, hogy lecsúszok a domboldalról. Jössz, vagy menjek? Szerintem nyomd le a videót, hogy egyszerű. Nyomd le. Tedd el a telefont, azért van itt a... Jaj! Nagyon csúszik, nagyon saras. Nehéz, nézd a talajt. Elképesztően saras és csúszik. Új, itt a korcsolya fája. Na jó, elrakom a telefont. Kapaszkodj bele. És belekapaszkodok itt a fába. Hol meg vagy? Én állok stabil. Tiszta. Hát ezt le kell mosnom otthon. Hallod, nem lehet? Nem lehet. Ez egy hosszú kaland videó lesz. Felél egy nagy geó műsorra, hogy Discovery Channel-be. Úgyhogy várom a megkeresést a nagy geótól. Tényleg, ne dolgozik el is szépen. Várjál, most meg azt tudja, hogy eltértünk. Nagyon össze-vissza mutat ugye a műhold. Na ez is megpolondult. Erre lesz. Elmúlt, hogy mindjárt megvan. Kiabálj neki, hogy hall-e minket? Lészni, hallasz? Nincsen válasz. Megtámasztam. Megvan a barlang. Megvan? Aha. Csak pont rosszul jöttünk mi. Alattunk van. Aha. De csak lejutunk valahogy. Hát próba cseresznye. Látszik amúgy valami a videóban? Uh-huh. Na, hogy jön. Szuper. Vedd fel, ahogy bukok egy vonalra. Te nem mersz jönni? Aha. Ja, most valahogy megkerüljük. Hát nem lehet lemenni oldalt jobban. Na, jön. Eljössz? Uh-huh. Óvatosan jön. Figyelj. De amúgy nézd, itt van valami járat. Hopp. Valami hozott.
Na. Csak a fejedet fordítsd el be. Ja, elvakít? Uh-huh. Na, így jobban látszok. Inkább lássa a nép. Le tudsz jönni? Vigyed, uh-huh. Gyere, most felfordítom, hogy ne vakítson el. Átvegyem a kamerát, szóval. Ja. Na, akkor menjünk le a barlangba. Nem tudom, hány denevér lesz ott lent. A denevérekkel, azok vannak, azt tudom, mert láttam egy-két fotót róla. Az a baj, nagyon szűk a bejárat. Szerintetek mennyi denevér van ezek? Elmentek ilyen kovadászni, vagy tele van velük? Még fényre megdermednek. Paprikás üreg. Jaj, nem ilyen kukett volna a kabádba meg. Jönni. Fúj. Ömlik a por a szemembe. Nem annyira. Gyere nyugodtan. Akkor maradsz kint? Jó, de akkor ne menj el. Hagyjalak. Ne hagyj itt. Na, így néz ki a barlangunk. És arra felé tart. Erre nem tudunk menni, nagyon szűk a járat. Ott is nagyon szűk. Menjünk. Tök egyenesen. Ó, arra is van egy járat. Sőt, még arra is. Nehogy eltévedjünk. Hát véget ér a történet. De denevérrel még nem találkoztam, úgyhogy nincs para. A denevér nem bánt, mondjuk. Csak mindenféle betegséget terjeszt. Azt a... Próbálok egyre kevesebbet beszélni, hogy morzsolódik le innen a kőréteg megy az arcomba. Na, tök zsírkirály. Elég nagy barlangról van szó. Nagyobb, mint a normafaj. Közben egy-két por belement a szemembe is, úgyhogy emiatt. Na, a srácoknak majd megmutatom a videót. Nem jöttek most be. Ugye haverom, egyik haverom lent maradt, ő nem tud mászni. Nagyon. Segítettünk neki így is. A Andris pedig feljött velem, de ő meg nem mászik be, mert túl szűk neki. Nekem is klausztrofóbiám van, de még lehet tovább menni, de itt már nem férünk el egyáltalán. Úgyhogy ennyi volt a barlang. Még talán hatra odaérünk a Solymári várhoz. Nézzétek meg, milyen koszos lettem. Otthon örülni fogok. Ki kell mosni minden ruhámat, meg a hajam is koszos. Egyből ugrani kell a fürdőkádba. Nincs mese. De hát tudtam, hogy mire vállalkozok. Úgyhogy... Na. Jó hosszú videó lesz, de nem fogok én vágni ebből. Nagyon tetszik ez az egész, úgyhogy jó kis kalandkeresős videóit. Ja, már körbenéztünk. Már csak valahogy vissza kell jutni a patak partjára. Valahonnan nagyon feljöttünk ide a hegységekbe, és nagyon csúszik a talaj, úgyhogy egy-két esést el lehetett kapni. Nagyon szűk a bejárat egyébként, de itt belül tágasabb. Igen. Aha, de belül nagyon tágas, csak szűk a bejárat. Milyen a belmagasság? A belmagasság, hát olyan 160-170 centi környéke. Kicsikét lejjebb kellett googolnom hozzá, de elférek. Mi? Hosszú nagyon. Aha. Na, közben egy másik útvonalat találtunk lefelé. Meg vagy? Hú, nagyon csúszik egyébként a talaj, tehát... Júj, most én is segre ültem. Jaj, a vállam tömben tőle. Jajjaj. Hát nagyon koszos vagyok én már, de nem érdekel. Ne sérüljek meg. Fogd meg a fát. Hogy
Én is valahogy megpróbálok guggolni seggel hátrafelé. Max, inkább feneken csúszak, mint hogy a nyakamat szegjem. Elképesztő amúgy. Ott van már a Laci szembe velünk, az világít. Megvagy? Kár, hogy nem jöttél föl. Hát itt mondjuk meredek, mondjuk jobban jártál, mert nagyon csúszik itt minden. Tehát ott a világítsen van. Micsoda? Ja. Ja. Világítok én. Kamera is világít, meg a fejlámpa is. Megyünk feléd a fényforrás. Ne kapcsolt ki, lássunk. Meg vagy? Gyere! Gyere! Hú, ez tényleg nagyon meredek lesz. Körülbelül nem tudom, hogy 5-6 emelet magasságból jövünk. Túszik nagyon? Hát itt már nem nagyon. Próbálj meg oldalasan jönni, ne egyenesen. De ne úgy, mert hogy kifog... Oldal, mintha oldalra felé lépnél, nem lefelé akarnál jönni oldalra. Ja. Tudom, én már lejöttem a Biatorbágyi viaduktról is, az meg nem semmi. Váltunk. Körülbelül vagy 5-6 emelet magasságban jövünk a gyerekek. Ez nagyon meredek. Ez télen mondjuk én nem ajánlom. Gyere erre, a fal ölelésében. Ezt nem tudom, hogy felvettem el, szabad esésbe jöttem. Teljes mértékben. Megvagy. Gyere, kapd el a fát. Hoppá! Megvagy. Hú! Nagyon-nagyon veszélyes. Főleg, hogy ugye 0 fok körül van a hőmérséklet, és ez előbb néztük, ugye, így meg van fagyva a talaj, és csúszik, mint a korcsolyapálya. Mindjárt lent vagyunk. Oj, csak álljunk meg. Ha? Meg vagyunk. Hú, majdnem, én is azt hittem, meghalok. És úgy néz ki, hogy a Solymári várba nem fogunk felmenni, mert csak szeptember 30-áig van nyitva. Május 1-től szeptember 30-áig, 10-18 óráig, úgyhogy most pedig gyakorlatilag még csak január van. Májusig várni kell arra, hogy fölmehessünk oda. De nem baj, mert szerintem így is egy nagyon jó kalandunk volt. Na, közben hazaértem, csak Solymáron már nem videóztam többet, mert egymerő kosz voltunk. Érdemes a túrát megtennetek, de öltözzetek föl rendesen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és egy következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!